Kifejezetten gyenge őszt produkált a Svitelszki Haladás VSE élvonalbeli futszál csapata. A szombathelyiek annak ellenére zártak a 9. helyen, hogy a szezon előtt alaposan megerősítették a keretüket. Így nem véletlen, hogy a téli holtidényben is történtek változások a gárda házatáján. Télen próbáltunk frissíteni a kereten, több helyi kötődési fiatal játékos csatlakozott hozzánk, akik egytől egyig mondhatom, hogy tehetségesek, de nyilván kell idő, míg felveszik a ritmust, illetve a futszál sajátosságait sajátítják. Az új évet sikerrel indították a vasiak, ugyanis óriási csatában 6-5 arányú győzelmet arattak egy közvetlen riválisuk a Debrecen otthonában. A mérkőzésen már sok olyan régi dolog felvillant Halmos Máték játékában, ami feltétlenül biztató lehet a jövő szempontjából. Az idegenbeli győzelemnek köszönhetően pedig még az esély is megmaradt a felsőházba jutásra. Megvan az esélyünk arra, hogy felsőházasok legyünk. Én úgy gondolom, hogyha bent tudunk lenni a legjobb padban, azt már sikerként könyveljük el. A rájátszáson pedig mindennek fogunk tenni. A vasi gárda debreceni sikerének köszönhetően feljött a tabella 8. helyére. A Haladás gárdája legközelebb január 20-án hétfőn este 4:45-kor lép pályára, amikor is a sereghajtó Nagykátai Kincsem Lovaspark együttese látogat az Aréna Szaváriába.